Szólok, hogy több személyre terítsenek. Vissza kéne mennem, hogy beszéljek vele. Lelketlennek tarthat. Ennél jobban ismer. Képzeld magad a helyébe, te hogy reagáltál? Szinte frászt kaptál. Igen, hiszen anyám hazudott nekem. Na jó, kisé más a helyzet, de Tess is úgy érzi, elárulták. Remek. A lényeg, hogy többé már szóba sem áll velem. Én nem így értettem. Jody? Elképzeltem magamban az egészet. Elmondom, és sír, és nevet, és ölelkezünk, tesók leszünk. Olyan ostobaság. Nem is értem, hogy képzelhettem. Jody, vigyázz! Megsérültél? Teljesen elment az eszed. Ó, Jézusom, mi van a karoddal? Remélem, nem esett baj alulnak. Benézek hozzá. Bocsékul mutat, hadd segítsek. Kérlek, ne nyújj hozzá, inkább hagyd békén. Attól tartok, hogy eltölt a karod. Nem, csak kifordult, hívom a tulajdonost. Csak ne ficánkolj, hadd segítsek. Mennyi a száma? Nyugi, fiú. Jó, fiú. Jody, ez Harry Rajellova, egy vagyontér, ne nyújj hozzá! Kicsúszott a fantája! Jody, kapd el! Mit műveltek? Elengedted! Sosem éred utol, versenyló volt! Jody! Jelentkezz! Rendben! Hé! Hey, az az én telefonom! Viszem a balhét. Nem is kell, előkerítjük a lovat. Két bevisz a kórházba, és ellátják a válladat. Egy tapottat sem megyek. A vállam még várhat. Jó, akkor elvisz a Droversre. Add meg a telefonszámodat. Van bent egy névjegykártyám. Nem találjátok meg a lovat. Azért ne biztos ennyire. Majd értesítünk. Okét. Egy szót cserről tesznek. Hé, hey, Vöröske! Nem olyan okos és szívós, mint a ti lovaitok. Ha megsérül, neki annyi. Gyerünk, fiú! Gyerünk! Gyerünk! Hé, gyerünk! Kivihetnénk a borjakat a déli legelőre. Alex mesélte, hogy alapította a gazdaságot. A munka szerelmese lehet. Egy farmon dolgozni kell. Bocsánat, hogy berontok. Alex, beszélnünk kellene. Jól van, csak egy perc. Mondd, Sandra, lánykorodban értettél a gazdálkodáshoz? Mindig azzal foglalkoztam. Ó, tényleg? Azt hozott össze titeket a munka? Mondhatni. Nem hagyhatom itt Fionát, érted? Ezzel a két vérszívóval. Nem veszíthetjük el a lovat, ha Harry megtudja. Ha Harry túléli a sokkot, mindent kibír. Áldás lenne. Mennyei volt ez az ebéd. Köszönöm. Még meghálálom neked, esküszöm. Óriási pázban vagyunk. Alex! Jól van, megyek. Nézd, Fiona, sajnálom, de vészhelyzet van a Droversen, és a lányoknak segítség kellene. Küldd át Robot. Ketten kellenek, őt viszem. Menj! Én felfalom a desszertet.
Igyekszem. Jó van. Legutóbb épp dél felé indult. A Nemzeti Park felé? Ez rossz jel. Jól van. Alex, te menj Jodival. Robbal északra megyünk, mögé kerülünk. Nem, mi jobb lovasok vagyunk, Stevie. Jobb, ha mi közelítjük meg előről. Rendben. Így jár. Úgy látom rád. Kösz. Bocs, hogy bevontalak a problémámba. Nem bánom. Krittek leszünk. Ugyan miért? Én is bajba sodortalak. A tűznél. Ó, tényleg. Nem is mosolyogsz? Bocs, csak teszt sajnálom. Két dolgot is eltoltam ma. Kettőt? Majd később elmondom. Menjünk. Nagyon ügyes vagy, bizony. Emlékeztes, hogy jövök neked. Bizony. Én is szeretlek. Szia. Fiona feltartja Harryt. Úgy véli, minden simán megy. Szerinted boldogul Harryvel? Ó, sokoldalú tehetség. Rajta. Jobb, ha mielőbb túlesünk rajta. Min? Fionán. Mindenki jó tanácsokkal látott el. Mióta érdekel a véleményem? Mindig is érdekel, Stevie. Ha te úgy véled, hogy jó döntést hoztál, nem számít, mit gondolnak mások, főleg én. Ahó, talán tehén vizsgálatra vártál? Ó, igen, mondhatjuk, de előbb az orvosi szaktudásod kell. Tudom, hogy csináltál már ilyet. Ja, állatokkal, de nem emberállattal. Csak fogja a karomat, taposson a mellkasomra és ráncson egy nagyot. Biztos, hogy így kell? Már tucatszor csináltak, nem nagy ügy. Jól van, de szólnotok kell tesznek a versenylóról. Nem szeretnék még több... titkot. Jól van. Készen áll? Igen. Mehet? Háromra kezdem, jó? Igen. Egy, kettő, három! Ó, Jézus, majdnem leszakította. Azt mondta, ráncson meg. A helyén van? Azt hiszem. Helyes, most pedig mondd el Desznek. Megígértem Stevie-nek, hogy hallgatok, míg meg nem lesz a ló. Két, már meggondoltam magam, kellene a telefon. Mi? A haverjaid nem találják meg a lovat. Igenis megtalálják, és mi lesz veled? Harry keresztbe lenyel. Hívom a főnökömet, ők megbeszélnek.